Az első legfontosabb benyomásom a zenéről az az volt, amikor Noszlopon, abban a kicsi faluban, ahol felnőttem, az ottani kultúrháznak az egyik termében volt egy kisvárosi tanár, aki kijárt szombat délelőttönként, és mindig befüleltem az ajtón, hogy mit csinálnak ott közösen a gyerekekkel. Megkértem a szüleimet, hogy én is hadd kezdjek el zenét tanulni. A zenével ez volt az első kapcsolatom, hogy a zene valamiféle hatalmas nagy örömet és közösségi élményt ad. Utána aztán eljárhattam már a helyi kisvárosba, Ajkára, ahol Kovács Imre kezei közé kerültem, és ő tanított fuvolát. Még a zeneakadémiai tanulmányaim előtt volt egy olyan személy az életemben, akivel egy sorsfordító találkozásunk volt, ő Horgas Eszter. Nagyjából 10 éves lehettem, amikor először találkoztam, és onnantól kezdve tudtam, hogy ő a mesterem, és a mai napig elképesztően megható, amilyen egyrészt mester és tanítvány kapcsolat köt össze minket, de közben ez annál sokkal több és egy élet szóló szövetség, ami köztünk van. Ő készített fel a zeneakadémiai tanulmányaimra. Sebők Erika volt itt a mesterem, aki egyébként Eszternek is volt a tanára, úgyhogy így szerencsére tudtam végigvinni ezt a vonalat, amit ők is jártak, és rengeteget tanultam még Kovács Lórántól is, illetve eltöltöttem egy kis időt Salzburgban a Mozarteumban Henrik Wiese professzornál. Egy nem tradicionális utat járok. Nagy boldogság volt, és azt hiszem, hogy ennek a díjnak az elnyerése megtanított arra is, hogy minden dolog tökéletes időben érkezik az ember életébe. Letettem különböző projekteket, produkciókat az asztalra, és már sok emberhez eljuthatott az a művészi út, amit én szeretnék képviselni. Ennek a díjnak van egy felelőssége, nem csupán motivációt ad, és egy nagyon nagy visszaigazolás, hogy az ember jó úton tart. Több formációban aktívan játszom, az egyik a Connect Trio, ami Maria Valverde spanyol zongoraművésszel és Tépocner Veronika ütőhangszeres művésszel alapítottunk 2022-ben, és debütáltunk a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. Velük most jön ki az első lemezünk, illetve Olá Krisztiánnal van egy duónk, nagyon-nagyon felnézek rá, elkezdtem a saját zeneimmel is alkotóként foglalkozni, úgyhogy úgy néz ki, hogy hamarosan ki fog jönni egy olyan album, amin a saját zeneim fognak elhangozni, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas és tulajdonképpen váratlan fordulat a karrieremben. No more waiting to get some sun.